Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Látószög magyar nyelvi magazin műsorunk októberi adását látják. Ebben a hónapban is izgalmas témákkal várjuk Önöket. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Újabb petíció az R2-es Zólyomkassa szakaszának teljes profilban való megépítéséért. Kulturális örökségi helyszínek újulnak meg szlovák és magyar települések összefogásával. Vallási szimbólumok használata a paraszti világban, szakrális tábort szerveztek a Medvesalján. Hubertus lovasnap Gömörben. 1849. október 6-án végezték ki a szabadságharc 13 honvéd tisztjét, illetve gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnököt. A levert szabadságharc utáni kivégzés sorozatról a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg. Tettek így Füleken is. A nemzeti gyásznapon október 6-án Füleken is megemlékeztek a szabadságharc kivégzett tábornokairól. A Csemadok helyi szervezete és a Kohári Polgári Társulás fontosnak tartja, hogy a különböző kultúrműsorokon, megemlékezéseken a magyarság együtt rója le a tiszteletét a magyar hősök előtt. Október 6-án a Csemadok Füleki Alapszervezet vezetősége és a Kohári Polgári Társulás minden esztendőben megemlékezik az aradi vértanúkról. Persze sokan fölteszik a kérdést, hogy miért a gyásznapról megemlékezni, miért koszorúzni, miért szomorkodni. Mi mégis azt valljuk, hogy a szomorúságból föl lehet emelkedni. Abból, hogy találkozunk, hogy egymásnak kezet nyújtunk, abból erőt lehet meríteni. És nagyon örülünk annak, hogy hagyományosan minden esztendőben a civil szervezetek, az intézmények vezetői, az iskolák részt vesznek ezen a megemlékező ünnepségen. Láner György sírt, s a földre nézett, Damjanics szekéren feküdt, Leiningen felmentő honvédek árnyát látta minden. Erdős Vince, a Kohári Polgári Társulás alelnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta. Nagyon sok párhuzam vonható az osztrák császárság és a jelenlegi államalkotó nemzetek hozzáállásán a magyar nemzethez és a külhomba szakadt magyar nemzetrészekhez. Éppen ezért a magyarság fennmaradásáért való küzdelmet nem szabad feladni. Német nyelvnek, mint egyetlen nyelvnek a hivatalossá tétele, ma is megtalálható, Szlovákiában nyelvtörvényünk van, és nyelvrendőrség működik még mindig. A Habsburg ház politikája mindig is arról volt híres, hogy viszálycítani és uralkodni. Ez sajnos ma is itt van a porondon, tehát ezzel megosztódott a szlovákiai magyarság is. A megemlékezésen a helyi civil szervezetek képviselői az emlékezés koszorúival, főhajtással tisztelegtek a szabadságharc mártírhalottjai előtt. Végül közösen elénekelték nemzeti imánkat, hisz megbűnhődte már a nép a múltat s a jövendőt. A Magyar Közösség Pártja hat régióbeli járási szervezete aláírásgyűjtésbe kezd az R2-es út Zólyomkassa útszakasz mihamarábbi megépítéséért. A petíciós éveket hat járás területén a losonci, rimaszombati, nagyrőcei, rozsnyói, a Kassa környéki és maga Kassa városában a Magyar Közösség Pártjának irodáiban lehet aláírni. Újabb megmozdulásba kezdtek a déli járások magyar lakta területein élők az R2-es út Zólyom-Kassa szakaszának teljes profilban való megépítéséért.
A Magyar Közösség pártja hat régióbeli járási szervezete a Rimaszombathoz közeli Bakti településen. Egy a forgalmas útszakasz melletti parkolóban sajtótájékoztatón jelentették be, hogy aláírásgyűjtésbe kezdenek az említett útszakasz mihamarábbi megépítéséért. A petíció fontosságát az R2-es félprofilos megépítésének bejelentése, illetve a beruházás késése adta. Az R2-es megépítése mellett az útszakasz teljes profilú, azaz kétszer-két sávos útszakaszának a megépítése a cél, fejtette ki a sajtótájékoztatón Ciprus Zoltán, a petíció koordinátora. Hangoztatta azt a tényt is, miszerint a félprofilú szakasz megépítése egyáltalán nem jelent sokkal kisebb beruházást. A félprofil az nem fél ár. Ez kb. 25%-kal kevesebb, mint a teljes profilú út. Innentől kezdve kiszámoljuk egy négyzetméterre, valójában a félprofil még drágább is, mint a teljes, és teljesen nem látja el azt a feladatát, amit egy kétszer-két sáv ellátna. Valamint a legfontosabb talán az, hogy ez nem csak gazdasági, vagy egyéb érdekek miatt kell megépíteni, hanem azért is. Ez az úton szinte heti szinten fordulnak elő balesetek, és sokszor halállal végződő balesetek, amit úgy érzem nem lehet gazdaságilag felmérni. Az ember életnek nincs ára, ezért úgy érzem, ez az R2-es gyorsforgalmi út egy biztonságot javító intézkedésnek az alapja. A sajtótájékoztatón jelen voltak a Rimaszombati mellett a losonci és a nagyrőcei járások képviselői is. Szögedi Anna Tornaja polgármestere a 2006-ban átadott Tornaját elkerülő útszakasz tervdokumentációjára hivatkozva mondta el, hogy a már akkor átadott kétsávos útszakasz négysávosra való bővítését szorgalmazták mind az Autópálya Kezelőtársaság, mind az akkori Építésügyi és Közlekedési Minisztérium illetékesei. Azóta több mint egy évtized telt el, de a szakasz bővítése a mai napig nem kezdődött el. Úgy hiszem, hogy ebben egységesnek kell, hogy legyünk, ugyanis az út az, és a közlekedés az tulajdonképpen a gazdaság és a turizmusnak a mozgatórugója, és azért szeretnénk mi is, hogyha a fejlődés nem állna meg Losoncnál, hanem tovább is haladna felénk, és ezáltal úgy, mint ahogy eddig szoktuk mondani, hogy Nyitrától Pozsony felé egy új világba érkezünk, ne történjen már meg az, hogy Losonctól fogunk most egy új világba érkezni, és ez a világ, ahol mi élünk, ez pedig csak marad, és mindig csak talán most már, még talán azt is mondhatnám, hogy visszafelé fogunk fejlődni, mert egyszerűen a fejlődésre szükséges a közlekedés. Az R2-es megépítése az kulcsfontosságú az egész régió számára. Ezt sokan elmondták már, hogy gyorsforgalmi út nélkül, autópálya nélkül nincsen fejlődés, nincsenek investíciók, nincsenek új vállalkozások. Vállalkozóként tudom azt, hogy milyen fontosak az utak. Ha nincsenek utak, akkor nagyon nehéz elhozni az árut egyik pontból a másikba, és vállalkozóként olyan helyre telepít az ember akár céget, akár bármilyen dolgot, ahol a közlekedés könnyű, hiszen így a költségek is sokkal alacsonyabbak. A petíciós éveket hat járás területén a losonci, rimaszombati, nagyrőcei, rozsnyói, a Kassa környéki és maga Kassa városában a Magyar Közösség pártjának irodáiban lehet majd aláírni. Az MKP aktivistái által pedig szinte minden településre a már említett járásokban eljutnak majd a petíciós évek az elkövetkezendő hónapokban. Kétnapos nemzetközi konferencia zajlott Füleken, melynek témája az Európa Unió Európa Polgárokét programja által támogatott ENSZI projekt bemutatása volt. A 18 hónap futamidejű szociális vállalkozásra irányuló projektben 12 Európai Uniós partner vesz részt, a vezető partner Fülekváros önkormányzata. Az ENSZI projekt célja egy a szociális gazdaság terét érintő ismeretek terjesztésére irányuló önkormányzatokat, intézményeket, civil társadalmi szervezeteket, oktatási és kutatási szervezeteket és szakembereket magában foglaló nemzetközi hálózat kialakítása. A projekten belül platform jön létre, melynek küldetése elsősorban a bevált gyakorlatok példáinak bemutatása, a szociális vállalkozás és a munkaerőpiaci integráció terét érintő új lehetőségek felüli eszmecsere és a hatékony megoldások keresése. A magyarországi Nagyrozvány községben 2013-tól működik szociális szövetkezet. A szövetkezet egy pályázatnak köszönhetően, egy EU-s pályázatnak köszönhetően két évvel ezelőtt, két éven keresztül 10 főt tudott foglalkoztatni. Egyébként a szövetkezetünk fő tevékenység az a varrodai tevékenység. Mi egy varrodát működtetünk, ahol nemzeti, európai uniós és különféle zászlókat varrunk,
illetve levendulát termesztünk, és ezt különböző ajándéktárgyakba varjuk bele, valamint egy pályázatnak köszönhetően gépi hímzéssel is foglalkozunk. Füleken is hasonlót szeretnének megvalósítani. Egyrészt építkezési anyagot, betontérkövet, bazalt macskaköveket szeretnénk gyártani, másrészt építkezési szolgáltatásokat szeretnénk kínálni, és gondolkozunk azon is, hogy mezőgazdasági őstermelés területén mit tudnánk. Bogyós gyümölcs termesztésbe gondolkoztunk eddig, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Minden esetre 2018-ban ez egy fontos téma lesz az önkormányzat tevékenységének Füleken. Branislav Ondrus, a Munka, Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára előadásában összefoglalta azt a szociális gazdaságra és a szociális vállalkozásokra vonatkozó törvényt, melynek tartalmi tervezetét a szlovák kormány néhány héttel ezelőtt fogadott el, és a Munka, Szociális és Családügyi Minisztérium tárcaközi megvitatásra terjesztette elő. Ez egy olyan jellegű törvény, ami már több európai országban létezik, Szlovákiában viszont hatalmas űr tátongott a helyén, és pont ezért például a szociális vállalatokat, illetve egyéb hasonló szervezeteket nagyon nehéz volt alakítani eddig. Most egy intenzív folyamatban majd a minisztériumok, a kormány és később a parlament is hozzászól a dologhoz. Ha a minisztérium ügyes lesz ebben, akkor decemberben bekerülhet a dolog már a parlament elé, és utána áprilisban szeretné a minisztérium a hatályosságát ennek a törvénynek bebiztosítani. Az ENZI projekt partnerei között Fülekvároson és a Füleki Szakközépiskolán kívül magyar, szerb, olasz, lett, horvát, portugál, román, szlovén és csekülföldi partnerek szerepelnek. A projekt által támogatni akarják a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedését, csökkenteni szeretnék a munkanélküliséget, javítani a helyi közösségeknek nyújtott szolgáltatások színvonalát, és összeköttetést akarnak teremteni az Európai Unión belül a szociális vállalkozás szereplői között. A projekt tervezett eredményei közé a társadalmi integrációt szolgáló vállalatok alapítása és működtetése során a hosszú távú fenntarthatóság stratégiája és a szociális vállalat alapítás kézikönyvének megalkotása tartozik. A füleki váralja egy sikeres projektnek köszönhetően felismerhetetlenül megváltozik. Az Interreg határon átnyúló projekt által, melynek vezető partnere Fülekváros önkormányzata, a város az utóbbi évek egyik legnagyobb támogatásához jut. Kulturális örökségi helyszínek újulnak meg szlovák és magyar települések összefogásával. A Füleki várban, a Bátony terenyei kastélyban, a Salgótarjáni Bagyaskőnél és a Somoskői várnál is lesznek fejlesztések. A Füleki vár bebektornya ma tűzveszélyes. A közeljövőben végre lecserélik rajta a zsindájt. A vár alatt parkolót alakítanak ki, a bástyából információs pont lesz, a borházból pedig kézműves bemutatóhely. Többek között ezek a fejlesztések várnak az Interreg pályázat központi helyének számító Fülekre. Befejezzük a város egyetlen sétáló utcáját, itt előttünk egy térgrafikai kaput egészítünk ki ennek a vaskapunak a helyére, és ott fönt pedig a bebektorony alatta az ágyútorony új tetőt fog kapni. Az érintett települések olyan turisztikai fejlesztésekbe fognak, amelyekről évek óta csak álmodtak. Bátony terenyén például a Gyürki Solymosi kastélyhoz tartozó tiszti és cselédlakásokat újítják fel, és töltik meg élettel. Úgynevezett palócudvart hoznánk létre, amiben különböző népi mesterségeket lehetne majd kipróbálni interaktívan. Tehát azt jelenti, hogy kisgyerek bemegy, akkor akár a kovács mesterséget is kipróbálhatja, hogy az üllőre téve a vasat kicsit kalapálhatja, kicsit kialakíthatja, vagy akár a szövőszékkel megpróbálhatja különböző tevékenységeket. Tehát a hosszabb távon terben van véve az is, hogyha esetleg majd az anyagi lehetőségünk engedi, akkor palóc menyecskének, vagy palóc férfinak tudnak majd beöltözni különböző méretben majd a látogatók, és akár képeket tudnak csinálni, vagy akár, uram, bocsá, körbe tudnak lovagolni majd a településen vagy a kastélyparkon. Sátorosbányán a Somoskői várhoz vezető út újul meg. A Bükki Nemzeti Parkban, Salgótarján határában pedig a Bagyaskői várnál lesznek beruházások, hangzott el a sajtótájékoztatón. Ez egy régészeti terület, tehát a legfontosabb feladatunk a régészeti ásatások elvégzése, illetve ennek az eredményének a bemutatása. Tehát egy archeoparkot kívánunk létesíteni. Továbbá fejlesztjük a látogatóközpont külső terét, kültéri játszó, foglalkoztató elemekkel, vizes blokkok építésével és különféle technikai eszközök beszerzésével. A közös projekt célja a kulturális és természeti örökség bemutatása és egy határon átnyúló idegenforgalmi tengely kialakítása a történelmi Nógrádban. A pályázatban a kézzelfogható beruházások mellett a reklámra is gondoltak.
közös internetes felület, mobil applikáció, timelapse videók az építkezésekről, mint marketingeszközök, és egyéb kisebb ilyen kiadványoknak a megszerkesztése is benne lesz, tehát ettől pedig nyilván azt várjuk, hogy egy szinergiát hozzon a területre, hiszen hogyha van a szomszédban is látogató, nyilván azokat egy kicsit megirányítva itt is lehet majd növelni a látogatottságot, tehát természetesen az egyik fő cél ennek a pályázatnak is az, hogy mindenhol növeljük lehetőség szerint az ideérkező vendégek számát. A munkálatok 2 évig, 2019. szeptember végéig tartanak majd. A partnerek összesen több mint 2 millió eurót költhetnek fejlesztésekre. Megalakult a Hagyományok Háza hálózat szlovákiai irodája. A Fiók Intézmény célja a szlovákiai magyarság hagyományos kultúrájának és népművészetének megismertetése, népszerűsítése, dokumentálása, valamint az oktatásban, a közművelődésben és az előadó művészetben betöltött szerepének megerősítése. A Hagyományok Háza, mint a Kárpát-medencei magyar néphagyomány átörökítésének kiemelkedő jelentőségű nemzeti kulturális intézménye 2017-ben elkezdte a határon túli hálózatosodás megszervezését és a megyei feladatellátás kiterjesztését. Létrehozta a Hagyományok Háza hálózat kárpátaljai, erdélyi, vajdasági és szlovákiai fiók intézményeit, melyek tevékenysége a rendezvényszervezés, a gyűjteményezés és a hagyományátadás különféle területeit öleli fel. A Hagyományok Háza hálózat szlovákia irodája Füleken található, munkatársai Farkas József, Illés Gábor, Konkoly László és Varga Norbert. 3 fő szakterülete van ennek a hálózatosításnak. Az egyik, a Hagyományok Háza jó gyakorlatait szeretné határon túlra is kiterjeszteni, azaz a pedagógusok részére akkreditált képzéseket tartani, ami a pedagógusok munkáját segíteni, és nyilván az egyetemeken és a főiskolákon nem tanítják ezeket a módszereket. Ezek a képzések az óvodapedagógusoktól kezdve a nevelőnőkön át, egészen az 1-4-es pedagógusokig lesznek meghirdetve. A játék és tánc az lehet még valószínűleg felső tagozaton is. Ezek a képzések 60 órás képzések lesznek, és ha minden jól megy, akkor 15 kreditet fognak ezért kapni a pedagógusok. A képzések akkreditálása jelenleg folyik, és valószínűleg legjobb esetben év végén, de nagy valószínűséggel a következő év elején lesznek meghirdetve. A második szakterület a gyűjtemények felkutatása, melyeket integrálnak a Hagyományok Háza archívumába és adattárába. Varga Norbert a prózai népköltészet területén tevékenykedik. A terepkutatás, az adattári kutatás és az adattárépítés, ez mind a 3 folyamatosan egymást karolítva zajlik, illetve ennek ugye a közművelődési lecsapódás, az maga az Ipoly Arnold népesemondó verseny, az idei évfolyamnak már a Hagyományok Háza hálózat is szakmai partnere volt, illetve minden olyan jellegű terepkutatások, amelyek a folklórnak a különböző műfajára célozzák meg. Terveik között szerepel, hogy létrehozzák a szlovákiai magyar vonatkozású gyűjtések teljes adatbázisát, ami segíteni a kézműves, a néptáncos és a népzenész mozgalom tevékenységét. Tudjuk azt, hogy elég nagy elmaradás van ezen a téren, mivel bizonyos területeken, például a népzene területén már történtek feldolgozások, ugye itt meg tudjuk említeni a partnerintézményként működő Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetet, ahol Aktivornak és a régi csemadokos gyűjtéseket folyamatosan dolgozzák fel, de tudjuk azt, hogy például a táncos gyűjtések és az egyéb gyűjtéseknél jelentős elmaradások vannak. Ki volt az öreg király, gondolta, hogy ma nem fog úgy a ceruza, ugye? Mint fiatal korában. Gyerekmese? Nem. A 3. szakterület a meglévő országos nagy rendezvények szakmai segítése. Az iroda soron következő rendezvénye a módszertani bemutatónap és kézműves konferencia volt, melyen bemutatásra kerültek a néphagyomány, kiemelten a népi ének, a játék és tánc, illetve az élőszavas mesemondás átadásának jó gyakorlatai, módszerei. A Hagyományok Háza hálózat szlovákiai fiók intézményének célja a szlovákiai magyarság hagyományos kultúrájának és népművészetének megismertetése, népszerűsítése, dokumentálása, valamint az oktatásban, a közművelődésben és az előadó művészetben betöltött szerepének megerősítése. Az Egyházasbásban élő Ladóczky Vilmos tájháza számos, a régi paraszti világban fontos szerepet betöltő használati tárgyal van tele, melyek mindennapi életükben, munkájukban erősítették az embereket. A közelmúltban egy nemzetközi szakrális tábor résztvevői is betekintést nyertek a magángyűjteményébe.
Gömör és Nógrád határán Egyházasbást egyik szűk utcájában lakik a Medvesalja talán legismertebb lakója, Ladóczky Vilmos. Háza újabbkori parasztporta, az udvaron megmentésre váró tárgyak sorakoznak. Adjon Isten, jó napot, fogadj Isten! Isten hazat, szervusztok! Lassan megérkeznek a vendégek is, hogy megismerjék Vili gyűjteményét, közelebb kerüljenek a régi paraszti világtárgyi emlékeihez. Fáradjatok nyugodtan, eddig így félkörékbe így álljunk az első 8 ember. Ahogy kinyílik az ajtó, egy több évszázadra visszanyúló világ tárul elénk. Ezer meg ezer tárgyban köszön vissza a nógrádi palóc ember élete, amelyet főként Isten köré épített. Ennek bizonyítéka az a gazdag tárgyi kultúra, amely mindennapjaiban körülvette őt. Vajforma, mézes kalács nyomódúc, egyházi ostyavas, tányérok, falvédők. Mindben valamilyen szakrális ábrázolás jelenik meg. Gyakoriak voltak az úgynevezett türelemüvegek is, belsejükben Jézus Krisztussal, a Szent Háromsággal, Szűz Máriával, a Szent Családdal és más szentekkel. Ez egy parádi csevicés üveg, tehát a formám miatt mutatom csak be, és az, hogy mennyire szűk a szája, és mégis egy ilyen alkotást bele tudnak tenni. Tehát bent a papírt ki tudja vasalni, föl tudja kasírozni a keresztre. Minden házban volt egy úgynevezett tiszta szoba, amelyet egykor az emberek szentélyüknek tekintettek. Oltárt építettek benne maguknak. A tiszta szobát azt nem használták napi rendszerességgel. Tehát az tényleg az úr várására volt, vagy a vendég várására. Tehát még a vendégek se ülhettek le, csak úgy mondjuk egy hétköznapon érkező vendéget nem hoztak be a tiszta szobába. Ahhoz egy magasrangú embernek kellett lenni, vagy vendégnek, vagy nagyon közeli rokonnak, vagy családnak, akit a tiszta szobába fektettek. A szobában mindig volt egy komód. Arra tették a vallásukat meghatározó tárgyakat. Nem az volt a fontos, hogy az egyes kegytárgyaknak mekkora a művészeti értékük, hanem az, hogy milyen hittel tekintettek a megfeszítetre vagy Szűz Máriára. Ezért sorakoznak itt az imakönyvek, a szentelt víztartók, a rózsafüzérek, a porcelánangyalok, a tömjénezők, a szentek szobrai, mert ezek valakinek valamikor a hit megerősítését jelentették. Ott van még egy nagyon ritka tárgy, ezt nem akarom levenni a falról, itt lesz fönt. Ez egy 18. századi szentelt víztartó, egy szószéket ábrázol. Külön kategóriát alkotnak a szentképek, amelyek egyetlen katolikus portahitvesi ágya fölül sem hiányozhattak. Máté Erika Budapestről érkezett, hogy mindezt megcsodálja, átélje. Ezeknek a tárgyaknak mindegyiknek lelke van. Az őseink mindennek megadták a módját, és rendkívül nagy körültekintéssel készítették ezeket a tárgyakat. Bármiről beszélhetünk, egy vajtartóról, vagy egy falvédőről, vagy mézes kalácssütőről. Erika, ahogyan a többi közel 50 érdeklődő is egy szakrális tábor keretében érkezett a Medvesaljára. Aradi Lajos radioesztéta, piliskutató tanfolyamai a spiritualitáson alapulnak. Ezért az itt lévő tárgyak jól kiegészítik a tanfolyamán hallottakat. Ugye, amiket mi tanulunk, azok ilyen energetikával összefüggésben lévők, különböző mondjuk úgy, hogy földsugárzások és egyéb más erőhatásoknak a vizsgálata, azoknak a megtanulása. De egy nagyon fontos része a spiritualitás is. Tehát itt nem ezotériáról beszélünk, hanem arról a hitről, arról a lelkiségről, amelyik itt ezekben a tárgyakban is nagyon szépen megjelenik. Manapság már csak a tájházak, múzeumok és egyéb gyűjtemények őrzik a régmúlt emlékeit, ezért érdemes egy-egy ilyet meglátogatni, hogy erőt és hitet merítsünk őseink hagyatékából. A Füleki Városi Művelődési Központ idén összesen 23 előadással készült a színház kedvelőknek. A januártól novemberig tartó időszakban 10 felnőtt előadást és 13 gyermek, illetve ifjúsági darabot kínálnak a szervezők az 5. Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében. Az Apropó kis színpad Agota Krisztóf a Nagyfüzet című regényét mutatta be a füleki közönségnek, mely az idei Jókai Napokon a Diák Színjátszók nívódíját is kiérdemelte. A Hetényi Csavar Színház improvizációs előadást hozott a diákok számára. Sosem tudjuk, hogy mire jövünk be. Ez ad elég némi izgalmat, ugye az elején. Már előző nap is biztos, hogy jobban izgulunk, mint egy begyakorolt előadás előtt, ahol már rutinosan mozgunk a színpadon. Itt sosem tudjuk, hogy mi vár ránk. A színház, a színjátszás máig fontos szerepet tölt be Fülek életében. Kialakult egy réteg, amely igényli ezt a kultúrát. Főként nekik kedvez a fesztivál.
Igyekeztünk nagyon színes programot összeállítani, így ebben az évben volt már táncszínház, kamara előadás, vígjáték, dokumentumszínház, gólyalapos színház, utcaszínház, nagyon sokféle színház. A színházi fesztivál szabadtéri előadásaira tavaszi és nyári hónapokban került sor, a színházi körülményeket igénylő darabok pedig ősszel kerülnek bemutatásra. Az egész évben zajló előadások nagy része magyar vagy szlovák nyelvű, de a repertoárba bekerült egy-egy angol és cseh nyelvű előadás is. A szeptembertől novemberig tartó előadásokra elővételes jegyek online is megvásárolhatók a Művelődési Központ honlapján. A színház kedvelőket novemberben is érdekes előadásokkal várják a szervezők. November 25-én a Kassai Tália Színház lép színpadra. A Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetség szeptember végén rendezte meg a hagyományos Szent Hubertus lovasnapokat Rimaszécsen. A lovasnap keretében megemlékeztek a több mint két évtizeddel ezelőtt tragikus lovasbalesetben elhunyt Hubka Imrére is. A Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetség polgári társulás 11. alkalommal rendezte meg a Szent Hubertus lovasnapot a Gömöri településen. Az egész napos rendezvény közel 100 lovas ünnepélyes felsorakozásával, valamint a regula felolvasásával kezdődött. Súlyos hűtlenség vétségét követi el az a lovas, aki a mester engedélye nélkül elhagyja az üldöző csapatot, és saját szakállára keresi a rókát. Az ünnepélyes sorakozó után a lovasok a Rima völgyében mintegy 22 kilométeres lovagláson vettek részt, ahol rókavadászatra is sor került. Ez a mai lovas Gala Hubertus 11. alkalom, de valahogy mindig egy cseppet hozzá tudunk tenni a programhoz, műsorhoz, mindenki részt vesz benne, ez önkéntes, azt mondhatom, bárkinek a segítségeit szívesen fogadjuk, és nekünk a fizetés az egy csak az, hogy rangmosoljunk a gyerekek a pónin, vagy lássuk a sok örömet az arcokon, hogy ez biztat minket, hogy évre-évre ezt mi rendezünk. A Hubertusoknak az eredendő kitalálás azért történt meg, amikor lovastenyésztetek voltak, és a két éves csikókat kipróbálták legerőször terénben, kint a terepen. Ez a Hubertusnak volt a színhelye, ahol először lehetett a lovaknak a felkészültségét, erőlétét kipróbálni, ez volt a Hubertus versengés, ez lehetett többféle, hogy lehetett vadászlovaglás, lehetett rókahajtás, de akárcsak egy terepmenet is, amikor tehát élő lovasrókát üldöznek, ez attól függött, hogy mindig milyen lehetőségek voltak megadva ehhez a rendezvényhez. Lovas ügyességi bemutatók volt is, és különféle versenyekre is sor került a nap folyamán. Az Ózdi Hagyományőrző Egyesület már hagyományosan, szinte minden évben jelen van a lovasnapon, ahol csata bemutatóval vagy egyéb lovas jelenetekkel kedveskednek a jelenlévőknek. A kis lovas bemutató ez tényleg egy nagyon lerövidített dolog volt most itt. Gyakorlatilag egy lovas ügyességi bemutató volt. A török fejeket, illetve az ellenséget szimbolizálták, és akkor, hogy a karddal annak idején hogyan támadták meg az ellenséget, ezt egy kis rövid bemutatóval próbáltuk életre kelteni. A lovasnap keretén belül megemlékeztek a több mint két évtizeddel ezelőtt tragikus lovas balesetben elhunyt Hubka Imrére is. A Csemadok helyi szervezete 9. alkalommal szervezte meg a hagyományos szüreti fesztiválját, a Borvirágot. A kezdeményezés 18 éve indult, ám két évente szervezik. A Városi Művelődési Központ előtt rövid kultúrműsorral kezdődött a Borvirág Fesztivál. Majd a helyi magyar civil szervezetek és kulturális csoportok közreműködésével elindult a szüreti felvonulás. Volt, aki lóháton, ki szekéren, ki gyalogszerrel vonult végig a városon. Több mint 400-an vettek részt a menetben. A Stúr utcát elhagyva a Városháza felé, majd a Várfelső utcán végighaladva megérkeztek a fesztivál főhelyszínére. Idén az információs központ és egy várajai vendéglő udvarán zajlott a rendezvény. A Borvirág ötletéül az egykori szüreti felvonulás szolgált alapul, amely a szőlősorról kezdve végighaladt a városon. Az ötletadója az volt tulajdonképpen, hogy ugye Petőfi megírta az útirajzokban, hogy Füleken milyen savanyú is a bor, és mi ezért Borvirág Fesztiválnak neveztük ezt az őszi szüreti felvonulást,
és magát a fesztivált, aminek az az érdekessége, hogy itt összejönnek a civilek, és jókedvűen, iszogatva, eszegetve megbeszélik a problémákat, de inkább azt, hogy valóban mi az, ami foglalkoztatja az embereket. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó a találkozás, nagyon jó az, hogyha egy kicsit időt szánunk egymásra, és hogyha ez jó étel, jó műsor mellett történik, akkor ez még üdítőbb. Ritkának van teteje, ritkának van teteje. Az előkészületekre is nagy hangsúlyt fektettek a szervezők, melyben a Petőfi Sándor program füleki ösztöndíjasa, Endrődi Mike Attila is besegített. Például a mai napi borjegyeket és ebédjegyeket is én grafikáztam meg, de kicsit átalakítottam a korábbi plakátokat is, tehát a grafikai munkákban is lehet rám számítani, és ugyanúgy besegítek a helyi színjátszó csoportok munkájába. A program menetrend tervezetet is én készítettem el, de akár a jegyek szortírozását is én csináltam, és ma pedig kisbíróként állok helyt. A fesztiválra érkezők összesen 90 fajta bort kóstolhattak a magyarországi, illetve a helyi borászok jóvoltából. Karkusz Gyula saját készítésű borokkal kínálta az ínyenceket. Mi már beálltunk háromféle fehérre, tehát van a csercegi fűszeres, amiből egy idei bort kínálunk, 2017-est, harslevelű és Sauvignon Blanc, ezek a fehér borok, kékfrankosból van rozéborunk és kékfrankosból vörös. Meglepően kedvező fogadtatásban részesültünk most, szerintem kedvezőbben, mint két évvel ezelőtt, mikor először voltunk, de ezen nem kell csodálkozni. Kicsit besegít nekünk, hogy a Pince Soron is, mint Pince Sottársulás tagjai, azokon a rendezvényeken is részt veszünk. Én személy szerint úgy gondolom, hogy nem csak ott kint kell megjelenni, hanem imitom, ott meg kell jelennünk a városba is. Az esemény gasztro részét a Csemadok, a Banyaklub és a HM Catering biztosította. Borkorcsolyaként gulyásleves, töltött káposzta, tócsni, pörkölt és pacal szolgált. A finom étkek és italok mellett mindenki nagyon jól érezte magát, jókat beszélgetett, s még az orruk sem lett borvirágos. A füleki Bojtos Péter egy évvel ezelőtt még 140 kg-ot nyomott, mára pedig kitartásának és odafigyelésének köszönhetően több mint 60 kg súlyfeleslektől szabadult meg. Mi sikerének titka? Ő maga meséli el. Szokásos reggeli kardióedzését végzi Bojtos Péter. Korábban messziről elkerülte az edzőtermeket. Egy éve azonban, amikor már 140 kg-ot nyomott, úgy döntött, fogyókúrába kezd, életmódot vált. Minden nap jártam edzeni, ma most úgy kihagyogatok egy héten egy vagy két napot, de minden nap az a 7-8 kilométert gyors futásba lefutok. Úgyhogy a motiváció meg az volt, hogy nagyon kövér voltam, nehez volt az autóba beszállni, kiszállni, minden olyan lassabban ment. Meg ma sokan is mondtak, hogy ma lefogyhatnom, ma rosszul esett nagyon. Péter nem csak edzeni kezdett, de odafigyelt arra is, hogy mit eszik. Kezdetben 5-10 kilótól szeretett volna megszabadulni, de annyira megtetszett neki az edzés és az egészséges életmód, hogy tovább folytatta, és olvadtak le róla a kilók. Fél év alatt 60 kg-ot fogyott. Nagyon sokat diétoztam eleinte, semmi kirontott hús vagy kirontott sejt, ami kirontott dolga, az nagyon hízlal. Így tükörtojas, sok zöldség, amit nagyon nem szerettem, de most nagyon szerettem, eszem minden nap. Meg az este, az a lényeg, hogy este nem enni lefekvés előtt. De nem csak a fogyás volt a célja. Magas vérnyomással, végtagfájdalommal, rossz közérzettel küzdött, rengeteg gyógyszert szedett, injekciókra járt. A sportnak és a megfelelő étkezésnek köszönhetően azonban az egészségügyi állapota és a közérzete is javult. Tavaly előtt karácsonykor volt, itt még olyan 135 kiló lehettem. Ezek a fotók még a régi Petiről készültek. Hatalmas a változás egykori és jelenlegi önmaga között. De nem csak a fényképek árulkodóak. Kinőtt ruháit máig őrzi, hogy azok is motiválják őt. Azt mondja, tovább már nem szeretne fogyni, inkább csak erősíteni, hogy sportos külsővel büszkélkedhessen. Azt a 80-90 kilót akarom tartani, de most szóhoz nem akarok lenni. Peti fogyása másnak is példaként szolgálhat. Az egészségesebb, teljesebb, vonzóbb élet titka csupán annyi, hogy soha nem szabad feladni.
az aradi vértanúkra emlékeztek füleken. Újabb petíció az R2-es Zólyom-Kassa szakaszának teljes profilban való megépítéséért. ENZI projekt. Két napos nemzetközi konferencia zajlott füleken. Kulturális örökségi helyszínek újulnak meg szlovák és magyar települések összefogásával. Szlovákiában is megalakult a hagyományok háza hálózat. Vallási szimbólumok használata a paraszti világban, szakrális tábort szerveztek a Medves alján. Nemzetközi színházi fesztivál füleken, Hubertus Lovasnap Gömörben. 9-szer szerveztek borvirág fesztivált füleken. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, reméljük kedvükre volt magazinunk kínálata. Legközelebb is várom önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!